Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket. Mai játékunk a Pedestrian, más néven gyalogos, ami így indul. Egy kis paca vagyunk, és az alapján kell most akkor itt választanunk karaktert. Legyünk férfival, majd próbálkozunk egy beártásokkal is, ha lesz menünk. De azt mondja, tovább nem mehetünk. Futni, ugrani még nem tudunk, éppen sétálunk. Oh, de nice. Ott egy ajtó, méretezés, minden. Fokok, távolságok, minden játszik. Na és akkor itt is vagyunk. Most már tudunk ugrani. És alapból futunk. Ahogy mutogatja, hogy F, meg társai. És akkor itt tudjuk összekötögetni a helyeket, hogy mi hova való. Azaz ezt, ezzel például. Fönn kíváncsi vagyok, hogy az óra mennyit megy. Real-time mozog, vagy nem. Ugyanis a mostani kiírása a 8 óra 2 perc, 1 perc, az majdnem fedni azt a valós órát, amiben vagyunk, csak GMT-ben jelenleg. Úgyhogy ha most van egy 1 óra 2 perces szink különbsége, de se az, hogy ezt nyomjuk és menjünk vissza. Na nézzük, ugrik-e a perc mutató. Ugrik. Jó, hát az mozog, de az óra akkor csak lehet, hogy random véletlen áll 8 órán. Na most itt este 9 van. Hogy ez van, puzzle megoldás. Össze kellett kötni ezt a kettőt. És F-fel tudunk kibelépni a kattingató módba. Oda is jutunk. Hogy kijutunk. Menjünk tovább. Akkor írja a space, az ugrás. Nice. Hát oda föl már nem tudunk ugrani. Akkor át vissza, de ide be tudunk jönni. Hát de itt a tutoriál egyébként. És akkor itt is megtanuljuk a parkour alapjait. Az ilyen jeleken valószínűleg tudunk mászkálni, ami így át van hozigázva. Ahogy az akar a talaj lenni. A grafika szép, nagyjából potéton is elfut állítólag. Szóval itt a semmiben mi átfutunk ide, azaz a távolságokat le kell futni. És itt is látjuk a játék címét, de Pedestrian. Vagy gyalogos. Mondhatnánk járókelőnek is egyébként, de a Carmageddonban őket szoktuk elütögetni, szóval ez így adott. Na és akkor ha F-elünk, aha, innen ide át tudunk jönni? Nem tudunk átmenni. Ide már át tudunk jönni, és akkor innen meg ide tudunk átmenni. Így lesznek teljes pöttyök, így ezek össze vannak kötve. Így ha itt bemegyünk, kijövünk, leesünk, bemegyünk, kijövünk, leesünk, kész a rész. Ebben visszamegyünk. És ezek szerint nem nyert kis hangszórót, mert nem nyertek ki az ajtót. Csak oda nem tudjuk lerakni, mert a felet a félhez kell kötni. Várja, mert itt mozgatja. Aha. Szóval az van, hogy pakolászni kell. Oké. Elfigyelni kell itt a tutoriára is, nem csak úgy nyomatni. Azaz visszafele már nem mehetnek a dolgok. Ennek köszönhetően igen, már így engedélyezi, mert nem szaggatott vonal, az oda ki is nyílt. Ez meg ide, de ha ezt elvesszük innen és átrakjuk ide, és itt átjövünk, akkor ez itt kinyílt,
Tehát megszüntetjük, visszajön, ha már nincs összeköttetés vele, jó? És ott is van az ikon, hogy ott a restart pontunk, akkor ezt így lehet megoldani, mert azt terveztem, hogy innen átkötünk ide, lejövünk, kiveszünk a kötést, és visszakötünk oda. De által nem nyert kishangszorot, úgyhogy ennek így kell működnie. Erre is figyelni kell, hogy akkor ezeket át lehet helyezni, és akkor itt ezek mozognak. És akkor itt is ajánlott erre figyelni, hogy te akkor átjössz ide. Egy kicsit arrám mész. Téged ide kötünk, téged lejjebb rakunk, téged ide rakunk. És akkor erre el is jövünk. Le tudunk mászni. És ki tudunk menni, ott mutatja is a térképelést a TV. Előttünk itt. Del Quattro márkájú. Az a jó, hogy ahogy mondani szokták a mi időnkben, lásd nagy öregek, és jól a viccet, a címszóval a mi fiatalkorunkban is volt már távirányítója ezeknek a tévéknek, függetlenül, hogy ez mondjuk tényleg mondjuk egy távvezérelhető modell, mint például a régi videótorra gondolunk, ugyanis ott is mi voltunk a tévéknek a távirányítója. Úgyhogy kis vicc, szóra. Akit megvakarta a fejét a karakterünk, tudunk ugrálni továbbra is. És akkor gondolom ez valahogy így szeretne kinélni, hogy itt lemászunk, átmegyünk, arra tudjuk rakni, megint csak a helyezgetés mondja, hogyha túlrakod, hogy átmegy ilyen ikonba, azt már nem szereti, hogy mindenképp egy lineáris vonalnak kell lennie, akkor vannak átjárók. Úgyhogy ezzel szerintem el is magyarázott már mindent, ha nem hoz be még új mechanikát, akkor az ennyi. És akkor decit gyár. Azon föl tud ugrani, a level le tud ugrani, és ez csak ennyi, hogy megtanuljuk az átjárókat itt egymás között, azaz ezzel kiderítettük, hogy tudunk ugrálni, ezzel pedig tovább megyünk. Most aki ezt telefonon nézi, lehet, hogy baromi kicsi és zavaró, hogy van egy ilyen pici képünk a teljes nagy képernyőből, de ez ilyen. Szóval itt a környezet is vicces, hogy mi egyébként egy jelzőtáblákon lévő pálcika emberke vagyunk. Úgyhogy el is nice. És akkor gondolom, ide kell egy kulcs, amivel ezt itt fölvesszük. Vagy bármi. Mit írott? E betűvel jobb hátul, itt láthatjuk is a tévén, hogy mit kell csinálni. Evel fölvettük a kulcsot ott a hátunkon, és el is használjuk automatice, és megyünk visszafele, amit megy a Targin. Jó. Az itteni kötögetési rendszer... meg aranyos, mert egymásra is tudjuk akkor ezek szerint pakolni ezeket a dolgokat. Mert akkor nekünk... mert ha ott lejövünk, ő nem fog kelleni, de fog kelleni. Méghozzá így. Azt, ha itt lemegyünk, itt átmegyünk, akkor itt fölmegyünk, és már is ott a létre fölmászni. Itt jelzi, hogy ezen tudunk ugrabugrálni. Most elnéztem balra, hogy bár a felvétel, a stream úgymond megy. A, hát nem stream, nem élő adás, felvétel megy, a Mac billentyűzetén bekapcsolt a világítás, That's it magic, ezt vegyük föl, ugráljunk föl, menjünk át, jöjjünk ki, és menjünk föl. És akkor át is kerülünk ide, szóval tetszik, hogy itt a világ körülöttünk úgymond passzív, fél passzívan, de él. Akkor ezzel nem tudunk átmenni továbbra se. És akkor that's it. Kell nekünk egy ilyen. Mert bár lehettek értékek ezeken a táblákon, nekünk ez az útvonal kell. Így. És akkor innen kezdtünk. Itt jöttünk be, ide éledünk újra, ha elrontanánk. Ide akarunk bejutni, F.
Gyere, eljövünk, és arra nem tudunk fölmászni. Jó. Azt megforgatjuk. Nem gyere ki. Igen, emberünk ott maradt. Keresztbe vajon tudunk-e kötni? Hogy az oda, és az oda. Tudunk hát? Az nem rossz, mert akkor ez így. Mert följövünk, bemegyünk, följövünk, leesünk, átmegyünk, itt kijövünk, és mindenki happy. Le tudunk esni és kimenni a pálya részről. Úgyhogy ez szintén egy jó pofa, egyszerűbb fejtörő. Nem tudom, hogy mennyire lesz nehéz a játék, vagy mennyire hosszú. Kerestem hozzá magyar feliratot, de ezek szerint nem nagyon van szükségünk feliratra, mert nem látunk semmit. Úgyhogy a zene az lehet copyright lesz, úgyhogy ennek már örülni fogok. De valószínűleg egy rész alatt ezt nem fogjuk átvinni, mert ilyen körülbelül órás vagy kicsit kevesebb játékidőkre számolok alapból, mint felvételek a mostanában, ha észrevettétek az elmúlt 10-20-30 adást. Lemegy. Igen, az átjön. Fölmegy. Az nem sikerült, nem tudom, hogy megugorható-e amúgy. Mindjárt megnézzük újabb próbával. Nem ugorható meg. Tényen át tudunk jönni ide. És onnan oda. A tévé mellett elgyorsulunk. Ebből is látszik, hogy a grafikája, a textúrája nem rossz a játéknak. De amúgy adott. Na és akkor itt látjuk, hogy ez a kar oda megy. Ez esetben akkor rakjuk egy kicsit normálisabban. Próbáljuk meg ezt a metodikán. Azaz itt lemegyünk. Lekapcsoljuk. És az fölment oda. Jó, akkor megfordítjuk. Én az visszaspawnol. Ugyanis akkor nekünk ez fordítva kell. Mert köthettem volna keresztbe is, de így is jó szerintem. Mert amit bekapcsolunk, ha itt lemegyünk, bekapcsoljuk, akkor kizártuk magunkat. Igen, mert innen az föl lemozog, úgyhogy ott azt el tudjuk engedni. És akkor ez így kecse lesz. Shugs, grafitodát. Itt ezzel csinálunk valamit, hogy föl le. Nyomunk egyet. Vagy egy fölt, igen, egy föllel dupla VSAD-vel mozgatjuk amúgy a karakter, space-el ugrunk, E és F a dolgok, F-fel ebbe a külső egeres nézetbe jövünk, még az E-vel aktiválunk dolgokat. Meghalunk? Meg hát, szépen elplacsantunk, nem járt érte arkimentni, meghaltunk? Nem. Viszont innentől kezdve akkor tudhatjuk, hogy vannak, oké. Mi lettünk Neo. Vannak megoldások arra, hogy minden nicel legyen. Ez csak annyi, hogy ezt aktiválja, hívja le. És kézzel mi feltoljuk amúgy. Itt sincs de van F betű, jó? Na, az a gomb azt piszkálja. Nekünk van egy ajtónk. Oké, ott egy kijárat. Ó, szerintem
ez oda menjen, mert ide be tudunk jönni, föl tudunk menni. Följövünk, följebb jöhetünk, onnan átmegyünk oda, így ezt ki tudjuk nyitni, visszajövünk, följebb megyünk a lifttel, átmegyünk le, és te meg ide, ahogy. Szerintem ez így jó. De mindjárt kiderül, ha nem, szóval... Tetszik ilyen szakaszosan tanít a játék, ugyebár tutoriál szinten, hogy a logikákat össze kelljen hozni. És akkor az erre. Jó, még tovább kell nyomni a gombot, hogy arra menjünk. Megint ott a kis ikon, hogy puzzle. Az puzzle. Más néven, kirakós. Na nézzük. Innen két irányba mehetünk. Ha erre megyünk, van egy kulcsunk. Onnan erre tovább mehetnénk, de nem arra kell mennünk szerintem. Mert ott van egy gombunk. Úgyhogy szerintem ez lesz a vége. Egy. Akkor innen menjünk ide, mert kell nekünk az a hely ott, meg kell egy kis hely, mert nincs elég helyünk, így. Szóval azt fölvesszük. Igen. Átjövünk, lejövünk, leesünk, gombot nyomunk, az akkor fölmegy. Itt be tudunk menni, és át tudunk menni oda. Így. Kicsit szűkebb az a járat, már mert hosszú, de annyi baj legyen. Amit még tudunk, hogy ezeket lehúzigáljuk neki ide. És akkor te oda följössz. Oda jössz. De oda. De meg oda. Így jó, hogy vizuálisan is ki lehet pakolászni a pálya részt, amit akarsz. Merre menjél, merre ne menjél. Jó. Ide, ugyebár az ott eltűnt, és ki is jöttünk. Jó, nincs értelme az F-nek, itt valamiért jelezve vagyunk, vagy csak a látványra mentek rá, hogy haladj tovább, vagy valahogy át kellett hozni ide minket, hogy ne olyan barom sokat menjünk, kicsit visszamegyek. Hippos Liquid Sound, NX 7. Jó, nice. I know I find her in the warehouse. I should take better care of this place. Jó. F betű. Portál. Kell neki ilyen. Jó, Nice. Itt már össze van kötve. Ezt felvesszük. Akkor oda esünk le. Aha. Jó, és akkor azt írja, hogy a portálokba kell szomó. De melyikbe kell? Ebbe, mert itt megy a madzag, vagy nem enged ki F-en innen. Ide nem. Ide nem. Evel, igen. Ha bárhova rakhatjuk szerintem. Mint az a lényeg, áramot kapjon. És akkor erre tovább is jövünk. Itt behozott még egy mechanikát a játék. Kiber az áramot. Ez meg kinyitva időre, úgyhogy tovább is mehetünk. Bejutunk a liftbe. Ahol nincs puzzle. Viszont... van kapcsoló. És akkor ezt gondolom kinyílik. Nem, lemegyünk.
és ki is tudunk ezt bejönni. És akkor megérkeztünk, és remélem a felső nyílik pontosan, és már látjuk is, hogy innen valószínűleg ide fogunk jönni, és itt jelzi, hogy a kapcsoló oda fog szólni. Igen. És ott van egy lézerünk, szóval behozott még egy mechanikát, itt még hozzá a lézer. Érdekes kis élete lehet ezeknek a bábuknak. Egy ilyen kalandos mászkálásban vannak, de ebből is látszik, hogy 2D az 2D, ettől függetlenül oké. Na, itt a következő mechanika, szóval a játék nem lacafacázik, azonnal megkaptuk a nagy ugrás képességet, amit ugyebár ilyen kis boingival tudunk igénybe venni. És akkor megint kötögetés, bár itt nem látom hirtelen fölhívva a figyelmünket arra, hogy puzzle, de megoldjuk, és a magasságokra is figyelni kell, az is kell pakolászni ezeket, hogy tudjuk, hogy mi hol van. Jó, hát ti ebbe a felébe fogtok jönni, ti ebbe a felébe fogtok jönni. Van egy tippem, hogy ezek így haverkodnak össze. Oké. Tippem alapján, ha jól számolom, ezek meg így. Akkor ez meg ide. És akkor ez meg ide. És elvégben mindenki mindenkivel össze van kötve. Szóval van egy binding, abban fölmegyünk oda. Jobbra nem tudunk elmenni egy moment, mert ott van valami X, amit bele kell tolni ott bárhova. De föl tudunk menni. És mi van, ha... kihagyjuk ezeket? Téged oda kötünk. Téged meg nemes egyszerűséggel ide. Ezt meg tudjuk ugorni vajon? Vagy ez ad valamit, amivel mondjuk halhatatlan leszünk, vagy gyorsan kell menni, vagy bármi. Na, ha itt fölmegyünk. Amúgy ez is egy járható út, ugye erre eljövünk, fölugrunk, már a cél. Ez is egy opció, hogy följövünk, fölmegyünk, és ott a cél. Mindjárt kiderül. Oké. Aha, nem tudjuk megugorni, jó? Ez esetben foglalkozunk el a többivel. Ja. Aha, jó. Te dobozka vagy. És ezért kell nekünk oda átjutni, mert ő nem lesz baja annak. Viszont nekünk oda föl kell juttatnunk a dobozkát. A kérdés, milyen metodikával fog sikerülni, mert ugrani nem tudunk vele. Szóval azt csak tilitolizni tudjuk, úgyhogy nagy eséllyel ezt át kell tologatni. Nem. Jó. Innen valahogy ki kéne oda jönni. Ja. Lerezetni magát, mert már csináltunk dolgokat. Ez itt járható. De ezt meg tudjuk cserélni. Meghozzá úgy. Nekünk ez az út jó, mert úgyis itt jövünk vissza. Nem betoljuk, akkor valószínűleg itt le tudunk vele potyorászni. Na, már elakadtunk. Meg most egy kicsit gondolkodtatóbb ez a feladat.
Egyébár ezt a fért tudjuk ezzel összekötni, ezt ezzel már nem. Szóval az azonos feleket nem lehet összekötni. Nem engedi. Van attól függetlenül, hogy szaggatott vagy sima, azonos nem lehet. Mert akkor téged meg ide, téged meg ide. Ami ennyit akar, hogy följövünk, átmegyünk, ledobjuk, visszajövünk, fölmegyünk, elvesszük, letoljuk, leesünk, leesünk, ott is vagyunk, jó? Szerintem akkor ez így járható. Mert ha utánugrunk, meghalunk. És rezetelődik a pálya. Szóval ezek beleférnek. Tolni. Visszagyűvünk. Elugrálunk. Elcsorjuk. Áttoljuk. Mindjárt kiderül azon, mit csinál. Semmit. Jó. Nem tudunk vele együtt leesni, szóval csak tologatni tudjuk. És mivel mit nem férünk át, nekünk itt le kell potyorászni. Eltoligatjuk. Mi itt megugrunk. Erre vissza. És kész is van a pálya. Jó, hát ennek kicsit okosabbnak kellett lenni ehhez az egy fejtörőhöz, mint egy cserepes növény. Te itt mi vagy? Tekercs. A tekercserül ide be kell hajítani. Aha, és ez kábel. Összekötni ezzel. Ez fölnyílik, és ott tovább is tudunk haladni. Jó, megvan adva, hogy vissza, de vissza tudunk menni, ezzel meg, nem tudjuk elvinni ezt innen. Aha. Jó, szóval ha ezt megnyomjuk. Bement oda. Aha, jó, menjél vissza, akkor már értem a logikát, téged ledobunk ide. Áttoljuk ott. Fölvesszük. Mert innen nem tudjuk kihozni. Bevinni be tudtuk, kihozni nem tudjuk. Most megint tolhatom vissza egyébként. Ez csak azért, hogy a logikát elmagyarázzam rajta. Be a háttérbe elgyorsult a vonat. Engem itt nagyjából nincs semmi. Nos, innentől kezdve van három irány. Ezek szerint ide sok minden. Ha nyomunk egy eszképet, akkor kapunk egy ilyen menüt, amire nincs egér. Full screen effektek. A quality maxon van. Na, ez a low. Medium. A háttérben a TV jobb felső sarka lévő lámpán nagyon látszik a változás. Vészünk full screen resolution quality. Nice. Itt vannak a hangok. Delete the game, save and quit van, azaz ment a játék. Irányítás. Nice, ez kontrollára lehet, hogy viccesebb is, és hogy tudsz bugot reportálni. Jó. Akkor nagyon nincs mit állítgatnunk. Itt látunk három irányt. Illetve bocsánat, négyet. Mert ő a negyedik. De mi van, ha őt elveszünk innen? Átrakjuk mondjuk ide. Azt látjuk, hogy felem van a batteri. Valószínűleg kell neki még egy batteri.
Jó, erre el tudunk jönni, és csak behozni tudunk dolgokat. Itt már írja, hogy tekercs lesz itt, vissza kell vinnünk a tekercset. A tekercs a kijáratnál lesz. Az a kapcsoló aktiválja azt. Innen kezdtük, úgyhogy innen csak mozogni tudunk irányokba. Ha felvesztük ezt, akkor érdekes irányba kell folytatnunk. Jó, te menj oda. Te oda. Te oda. Nincs. Lejjebb, de csak oda például lámpára nem tudunk már belemenni, értem. Valahogy így képzelem el, szóval a tekercs, ott van egy dobozunk. Az hova kell? Kijárathoz kell kulcs. Ezt felveszik a kulcsot. Az a kijáratnak kell. Ahol innen vagy ide, vagy oda kéne mennünk, de mivel van létranyú. Ez nagyon adja magát amúgy lineárra. De itt már nem fogunk tudni szerintem fölmenni, mert ez nem aktív. Ennek köszönhetően szerintem igen, ezt csak letolni tudjuk, de nincs értelme ide visszatolni. Ha ide bejövünk, innen nem tudunk fölmenni. Oké. Lehet, hogy a kulcsot kéne más irányba rakni. Azaz. Innen átmegyünk ide. Innen föl tudunk menni oda. Remélem ezen át tudunk itt menni. Akkor... A kapcsolót megnyomtuk. Akkor ide föl tudunk jönni. És ide el tudunk menni. A kapcsoló... Igen, mert több kört kell tennünk. Kapcsolóval bekapcsoljuk ezt. Elmegyünk oda, fölmegyünk. Ezt letoljuk. Ennek semmi értelme letolni, szóval az ott csak van, szerintem. Ezek a magasságok szerintem megugorhatóak. De ingyen megnézzük. Szóval ha elmegyünk erre, átkapcsoljuk. Akkor ilyen mozgó platform lesz. Föl tudunk jönni. Elsősonkázzuk a kulcsot. Aha. Jó. Így és ez így lefagy. Értem, most már látom, hogy miért kell, csak elfelejtettem így megnyomni, azaz kihagytam egész konkrétan. Ide. Ezt ide adta nekünk. Úgy, így már visszafele vissza tudunk ugrani. Így van értelme annak, hogy itt van. Nagyes jeled az összes játékmechanika jelemre érvényes, hogy van értelme, hogy itt van, mert pont alé van ott, meg kell. És ez így erre. Jó, ez megvan. Őt ide kell kötni. És oda föl kell kötni, de nem tudunk felugrani még egyelőre oda.
Úgyhogy ahhoz, hogy fel tudjunk ugorni, az kell ide egy doboz. Jaj, de szépen nézel ki. Lézertől kezdve minden van, a lézert ki lehet kapcsolni, ezt meg be lehet kapcsolni. Jó. Ezt valahogy így. Doboz kell innen elvinni. Azaz, itt kimegyünk. Itt lemegyünk. Átkapcsoljuk, közben ide átjövünk, föl tudunk menni. De ezt szerintem nem fog olyan messzire érni. Úgyhogy nekünk... Ezt az ajtót meg kell szüntetni, mert avval fogunk tudni visszamenni. Viszont... Ha de le is esni akarunk, akkor is megmakkanunk. Fölmegyünk, lejövünk, átkapcsoljuk. Vagy nem kapcsoljuk át. Na mindjárt. Jó, szerintem rossz irányba gondolom. Nem oda kell menni. Hanem... Igen, ez nem mozdítható, ezek mozgathatóak. Ez a kulcs. Na, itt átjövünk. Lejövünk. Lekapcsoljuk. Visszamegyünk. Fönt leesünk, meghalunk. Nézzük meg, de szerintem oda az nem megy át. Téged bekapcsolunk, akkor te csak odáig mész föl, és úgy maradsz. És ott megmakkanunk. Szóval ez adott. Tehát így adott. Akkor... Ja, de mi tudunk ugrálni a kulcsa, várjál. Az átjövünk, lejövünk. Átmegyünk. Fölvesszük a kulcsot. Visszamegyünk. Akkor meghalunk.
De a kapcsoló itt csak elzárja el. Attól ez csak idegjen föl. De nekünk ezt el kéne tudni zárni. Nem, meg amúgy is tudunk ugrani. Úgyhogy... Mert ha őket kötöm össze, mint létra, meg őket, akkor ha innen bejövünk ide, akkor továbbra se tudunk kimenni. Az, hogy ez most melyiket hova kötöm, az mindegy ebből a kettőből. Ez lett volna a terv, hogy megkerüljük a utat. De nekünk kell egyszer egy kulcs. De ezt innen hiába vesszük föl. Tudunk kimenni. Mert az nincs. Bejövünk, és ide jutunk vissza, és a kulcs itt marad. Az így nem jó. Hát pedig szerintem csak ez a járat van. Az, ha ezen a módon lejövünk, följövünk, átmegyünk, kimegyünk, bejövünk. Akkor innen nem tudunk beugrani oda. Üresse. Viszont... Be a kulcsér, gomb vissza, és csak belevisz minket a halálba. Szerintem, vagy van egy mechanika, amit most tanulunk meg. Mert hogy... Nem, az azonnal felmegy. Egyszerűen csak nem tudunk átmenni. Standály. Valószínűleg, hogy mondani szokás, a megoldás az orrunk előtt van, mert ott van a dobozos, azt megcsináltuk. Mármint nem, innen jöttünk erre, hogy itt lesz a doboz. Arra fele volt minden. Ezt hiába akarom átforgatni, az így nem megy. A lead sem megy. Arra meg nem mond semmit, hogy van egymásra pakolásnak értelme, azon kívül, hogy össze lehet rakni. Egyébár visszafele nem tudunk rakni, úgyhogy annak nincs értelme. Nem változik meg a iránya. Szóval ezek az irányok adottak. Ezt ide nem tudom kötni, mert nem olyan irányú, és nem fél. Az, hogy őt keresztbe kötöm, az a kutyát nem fogja érdekelni. Azt hiszem, hogy a másodikon kell lemenni, csak magamat szivatom meg. Ez adott.
Innen mindenképp ide kell jönni, mert csak onnan tudunk két irányba menni. Mert itt esélytelen azt megugrani, hogy bejövünk és már ugrunk. Szerintem nem fog elugrani odáig. De akkor most át tudunk ugrani. Nem, azonnal halunk. És csak simán lemenni sincs értelme. És ezt nem tudjuk odakötni, mert más irányú, szóval ez mindenképp függőleges mozgást ad csak. A gombnak nem látom jelenleg értelmét, mert innen nem tudunk oda beesni, a semmi, innen nem tudunk kiugrani, mert a semmi. És ennek sincs itt értelme, mert ha azt bezárjuk, akkor megint csak semmi. Annak sincs értelme, hogy oda-vissza vagyunk vele, mert olyan gyorsan nem tudunk amúgy átjönni ide, hogy itt át tudjunk már ugrani, szóval megnyomom a gombot is, már kb. Itt tartunk és már fönt van, szóval nem tudunk átmenni. De át is mentünk, nincs értelme, mert... Jó, szerintem itt simán más kell előbb, azaz ez a tekercselős megoldás az megvan. Az elektronika. Na nézzük, itt sokan vannak és itt kell nekünk egy ilyen. Innen. Jó, ez az egyik széle. Itt jöttünk be. Innen mondjuk le tudunk menni ide. Bár lehet, hogy azt elég csak a végén lemenni oda. Mert innen hova menjünk először? Aha. Jó. Elég bonyi lesz, vagy lehet, hogy nem kell mindegyik. Ezt nem tudjuk megugorni. Itt leesni tudunk. Ő kell mindenki. Ebből kettő is van. Direkt kis eltolással, hogy látszódjon, hogy nem ugyanaz a kettő, azaz ne keverjük össze. Ez a kijárat, az kell nekünk, szóval innen ide kell eljutnunk. Itt bemegyünk, itt föl tudunk jönni. Onnan le tudunk esni. Oda. Onnan oda. Lejövünk. Elmegyünk. Lejövünk. Elmegyünk. Lejövünk, fölvesszük, fölmegyünk,
Fölmegyünk, hát nem tudjuk megugrani. Ezt. Szóval... Nem is akarjuk megugrani. De ezt meg akarjuk ugrani, viszont azt nem tudjuk. De ezeken csak leesni tudunk. Úgyhogy arra mindenképp inkább létráznunk kell. Mert ez a létre föl tud vinni oda. De ezt nem érjük el, szóval oda föl menni kell. Egy ilyesmi. Bemegyünk, leesünk, följövünk. Leesünk, átesünk. Ugye két létra megvan. Fölvesszük, kivisszük. Levisszük, átvisszük, és ez így. Van, megyünk egy ilyen búgócsigát. Jó. Szerintem ez így végigmegy. Erre. 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 Megvan. Tovább jövünk erre. Föl tudunk jönni. És ki tudunk menni. Jó, ez hova kell nekünk vajon? Neki kell a chip. Igen. Neki kellett a chip, így van aktiválva az. De még itt mindig nem tudunk felugrani. Mert ahhoz meg kell csinálnunk ezt, de akkor egyszerűen semmi köze nem volt annak ehhez. Hogyha itt átjövünk, ezt elveszük, akkor ez nem rezeteli magát a pálya, csak a karakter. Na hát akkor nézzük át megint. Ő nem mozdul innen. Hát ezt máshogy pedig nem tudjuk kötni. Mint így. Mert egyszerűen nincs értelme. Bejövünk, ez nem enged kifele a cuccal. Szóval nekünk azt innen el kell tolni ki, hogy itt föl tudjunk majd ugorni a kábellel. Bejövünk. Ha itt le akarunk esni, nem nyert. Szóval ez a kötés itt nagyjából mindegy. Szerintem. Akkor... Lejövünk, bekapcsoljuk, akkor ez fölmegy és beragadunk, nem tudunk ki bejönni.
De itt legalább át tudunk menni a kulcsért. Ó, te! Megvan. Ja. Val átjövünk. Megfogjuk a kulcsot és rádobjuk arra a vacakra. Elfelejtettem, hogy működő mechanika. Ha most fölengedjük, akkor megállítja a lézert. Megállította a lézert, hogy fel tudunk jönni ide. Ki tudjuk kapcsolni ezt. El tudjuk venni a kulcsot, és ki tudunk vele menni, hogy ezt fölkapjuk és átvigyük. Szóval túl gondoltam elsőre, ez ennyi. Azt ide rakjuk, ezt fölkapjuk. És ezt be is kapcsoltuk. Így van elég áram oda, hogy ez működjön, és át tudtunk jönni. Na, meg is van. I should have gone down hell, I almost couldn't find my way out. Oké. Okay. Ó, ne, nem mondott egy új mechanika, hogy billen. Remélem nem. A billenő táblák, ahol a fizikára kéne figyelni. Hátul Proxuit és Mishiro. Jó, te ugrasztasz. Azaz nálad mindenképp olyan magasra kell ugrani, hogy jó legyen. De paca idejét és ellopott egy üres zacskót. Ezt megfogjuk. Így rakjuk. És simán átesünk rajta. Viszont ha ezt ide levezetjük, akkor föllöki. Velünk együtt. És akkor át tudjuk hozni ide. És meg is van. Így újabb fizikákat tanulunk. Tök jó átjöttünk a jelzőn. Ott a 199 felirat. Itt F nincs. És be tudunk nézelődni. Na. Ez egy álló metrókocsi. Mégis érdekes, hogy ilyen mozgó műszerekkel rendelkezik. Oké, akkor gondolom, hogy a 199-et be kell érkelni. És ezzel megaktiválni. El is indult a metró szerelvény. Látunk is egy lapocskát. T88 uptown, ott megy egy 3D modell, és akadozik a játék. Gondolom, tölt be valamit. Oké. Akkor tök máshol jövünk ki. Vicce. Pontosan, ugratunk egy városteret. Itt tesznél csak megnézhetjük a pályát, hogy mit kell csinálni. Ahhoz a kapcsolóhoz kéne lejutnunk. Meg gondolom, in moment nem megoldható. Nem, másik szakasz fog neki kelleni. Vagy fene tudja. Átugrálunk. Lejövünk. Irány a tűzcsap alatt a kávézó fele. Még lejjebb. Ezeket se tudjuk összekötni. Igen, ez az exit itt zárva. Téged ide rakunk.
Jaj, itt jelzi, hogy rakd egymásra. Tudtam én, hogy lesz egy ilyen mechanikánk. Oké. Okay. És itt átjövünk ide. Meg is van. I need to get back so I can write this down. Oh, place we could go with. Itt sincs más. Csatornába. Mitze. Akkor meg itt őt rakjuk át. Nem megy arra, nem? Erre megy. Oké. Már gondolom ennek fordítva kell lennie. Ha innen átmegyünk oda, akkor ide lyukadunk ki, ami ide hoz át. És erre tovább. Jó. Megint nagy kábelkötegelés. És hogy nyílik a kapu, úgy fog ez kinyílni. Jól gondoltam. Na itt már vannak kötögetések. Hogy mi mit kapcsol. És elmozgatni ezeket nem tudjuk. Az ott gyilkol. Ezek ugrálnak. Ezt a vagonom simán belelők oda, vagy ha ez nem, ez biztos. És hát lefele mi tudunk menni. De lefele az úgy karcsú. Oké. Akkor te így akarsz lenni, mert ide már nem tudunk átkötögetni. Azaz bejövünk, feljövünk, lejövünk, átjövünk, kapcsolunk, fölmegyünk, átjövünk, kapcsolunk és föllő. Gondolom az alsó föllő. Így. Vagy most Boeing. Aha, és az Platsch. Jó. És el is vette. Jó, akkor elvünk meg az irányunk, jó. Na, és az bekapcsolt. Úgy. El is bekapcsol. És ezt föllök. Jó, hogy nem volt ott fent egy rejtett ilyen szav, alias űrészlap. Vagy szav. Melissa F. Gregory. Oké, okay. Melissa és Gregory nagyon örülnek egymásnak. Ott egy kulcs, és ott egy akármi. Téged tudunk mozgatni, nem tudunk mozgatni. Itt lent van valami. Innen átjutunk máshova. Kijutottunk az utcára, kérem szépen. Kötögetni nem tudunk, ellenben vannak megoldások, ravaró dolgok. Úgy, mint hogy itt nincs elég power, kérem szépen. Aha, akkor ide kell még egy power szerintem. Tök jó pof egyébként, ugye Nintendo Game Boy-ok vannak átalakítva. Oké, okay. És akkor innen van három irány, amit látunk. Azaz kell egy dobozék kulcs és egy madzag. A madzagot azt innen fogjuk kötni oda, amihez kell a doboz, hogy föl tudjunk ugrani. Aha, és arra fele még van egy csomó. Jó.
Na de ez a mostani rész ez ennyi lenne. Megnéztük a játékocskát. Jó pofa, hogy ott van egy Mid Grinder Gym. Meg táblák, meg forgalom, meg világ. Aha, arra fel az egyik pálya. Meg jó, hogy ez a hatalmas ástis társaimat nem halljátok, mert leszűri a mikrofon. Helyett, hogy kikapcsolnám. De mindegy. Szóval ez a rész most ennyi lenne. Megnézegettük a Gamescót. Lesz majd folytatása. Szerencsére vannak benne elgondolkodtató feladatok. Úgyhogy remélem tetszett. Igen, találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok!